Három év szünet után Abu Dhabiban indult újra a világ legjobb műrepülőjét felvonultató sorozat, a Red Bull Air Race. Magyarországot ebben a szezonban is Bessenyei Péter képviseli. Nagy szeretettel üdvözöllek az Újpesti Televízió stúdiójában, és nagyon szépen köszönöm, hogy szakítottál időt ránk. Nagy örömmel, és köszönöm a meghívást. Hiszen pontosan tudom, hogy néhány napja jöttél haza az araboktól, és már is mész tovább, mert nagyon be vagy táblázva. A Rovinjba mész, ott lesz a következő verseny, de most még csak egy úgynevezett sajtótájékoztatón kell megmutatni, hogy mit tudsz. Te Péter, beszéljünk az Air Race-ről mégiscsak, hiszen három év szünet volt, ahogy mondtam, a felkonferálásban. Hogy éli meg egy fantasztikus pilóta azt, hogy ezen a versenysorozaton, ami iszonyatosan érdekes, és hát a világon mindenhol tízezrek, százezrek nézik, hogy nem repülhet. Milliók nézik, nem repülhet. Tulajdonképpen duplán fájt nekem, hogy a 10-ben az Air Race szünetelt, vagy 10-től, hiszen Rétben, mint aki benne voltam első percről kezdve, a születésétől kezdve, ott álltam a bölcsőjénél, amikor a Red Bull Air Race létrejött. Részben ezért mindegyik szülőatya, másik pedig mint versenyző sajnáltam, hogy szünet van, ugyanakkor meg kell értsem, mert ennek több oka volt, most elmesélni hosszú, hogy mi minden oka volt neki. A lényeg az, hogy most több mint három év után a verseny újraindul, egy kicsikét módosított szabályokkal, többek közt például ilyen szabályokkal, hogy most mindenki egységes motorokkal indul, a kapukat megemelték a biztonság miatt 25 méterre, és még van egy pár apró módosítás. Az időkében már kiderült, hogy az egységes motorok azért ez egy jó dolog, de hát itt azért hát egy sem. A lényeg az, hogy a motorbeállításokon, a finom hangolásokon nagyon sok múlik, és hát egy jó szerelő azért az még ilyenkor is el kell. Itt el kell mondjam, hogy neki most legutóbbi futamon, az első futamon, ami most volt pár napja Abu Dhabiban, például pont ennyi a komoly motorgondjaink voltak, és nem jöttünk el napokig, hogy mi a bánat lehet az, hogy a motor olyanokat produkál a pályán, amit a 40 éves tapasztalata rendelkező kint kidelegált Lycoming motoros szakember sem értett. A számítógépből lettek töltve az adatok, és olyanokat látott, ami velünk együtt, ami még soha. És te, amikor fent vagy a repülő, tehát amikor repülsz, akkor ezt érzed, hogy valami nem stimmel? Konkrétan az történt, hogy a pályán kívül nem, de a pályán a repülőgép üzemanyag ellátása drasztikusan ingadozott. Tehát a 26 gallon per óráról, 3 gallon per óra, és így tovább egyfolytában ugrált, ami hát nem kevés teljesítménycsökkenést okozott, és nem jöttünk rá, hogy miért, egészen a verseny végéig. Murphy, úgyhogy a verseny végén a gép szétszerelésekor jöttünk rá, remélem, hogy rájöttünk a hibára, egy ostoba hiba, és senki nem gondolt rá. Ugye új motorról lévén szól, mindenki a motor belsejében kereste a hibát. Egy kicsikét hosszúra sikerült Bovden kábelnek a legvége, ami szabályozza a pillangószelepet, az kotyogott, és a G hatására a fordulókra az állítgatta saját magától a üzemanyagot, és általában elvette, úgyhogy ilyet csökkentett üzemanyag mennyiséggel, utazó paraméterekkel mentem a pályán, ami persze másodperceket okozott, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez volt a hiba valóban, és akkor már Robinban ezt tudjuk korrigálni. Ha már azt mondtad, hogy a verseny után szétszedtétek a gépet, tehát ez lesz volna nagyjából a következő kérdésem, hogy... Bár még az elsőre sem válaszoltam. Mert csak elkalandoztunk. Nem baj, az ezt vissza fogok én kérdezni, hogy legyen kedves a kérdésemre is válaszolni. Igen. Szóval, hogy élted meg a három éves szünetet? Na igen, na innen kezdtük valóban. Tehát, mint ahogy elmondtam, a kicsiket a szülőatya és mint versenyző nagyon sajnáltam. Ugyanakkor, mint magánember, ez a három év szünet egy picikét jól is jött. Tehát időközben lettek is kutyáink, és akkor azokkal is tudtam legalább teljesen erőbedobással foglalkozni. Egy kicsikét többet a családdal, többet a barátokkal, többet egy kicsit a hobbiaimmal, magammal. Minden mellett a repülésem hanyagoltam el, mert azért számos érsót, tehát bemutatott repültem, főleg külföldön. És a magyar tervezési gyártású Corvus részerrel is tudtunk foglalkozni, egy kicsikét javítgattuk és simogattuk a repülőgépet, de hát ennek a folyamata sosincs vége, úgyhogy megint kicsit kalandozok. Most a legutóbbi versenyen szerencsére a Corvus gyár első számú embere, a Orosok András, aki tervezte a repülőgépet,
volt annyira motivált és érdekelt az egészben, hogy kijött és végig kín volt velünk, és tele volt ötlettel, és végig javítgatta a gépet, és már most megint tele van ötlettel, hogy a repülőgépet hogy lehetne még gyorsabbá varázsolni. Úgyhogy ez a folyamat, ez azt hiszem, hogy sosem lesz vége. Ez a ti repülésetek, ez az érrész, ezt lehet azt mondani, hogy a forma, autóba gondolkodom, versenykocsikba, hogy ez a Forma 1 és a rallinak az ötvözete? Hát, tulajdonképpen igen, annyiban Forma 1, hogy sebességről szól, időről szól, és annyiban rally, hogy a pálya az nem teljesen kimért, nem teljesen exakt, hiszen nincsen felfestve. Tehát a széltől függően, gértípustól függően, nagyon sok dologtól függően más a pálya, és nincs felrajzva, mint a Forma 1-es autópályán. Úgyhogy, ja, tulajdonképpen jól mondtad. Amikor annak idején elindult ez a versenysorozat, ugye sokszor halljuk azt, hogy te vagy a kereszt papája, a kereszt apja, tehát ott voltál a születésnél, illetve még amikor nevet adtak neki, abban is tevékenykedtél. Mi volt Ki találta ki, hogy csináljanak egyet? Mert ugye megvoltak ezek a fantasztikus műrepülő sók, meg akármi. Ezt ki találta ki, hogy ilyen nyaktörő mutatványokat is csináljatok még mellé? Tulajdonképpen ez egész úgy indult, hogy én már Red Bullos sportoló voltam, amikor is a Red Bull tulajdonosát, Matesi Czurat, én többször agitáltam, hogy szálljon be a műrepülő világkupába, és legyen támogatója ennek a nagyszerű sorozatnak, ami egy zenés program volt, zenére repülte mindenki, a világ 12 legjobb versenyzője a szabad programját. És hát a program ez kicsikét haldoklott anyagi dolgok miatt, és én agitáltam a Red Bull tulajdonosát, hogy ebbe segítsen, és legyen egy névadó szponzor ehhez a versenysorozathoz. Szenik is azt mondta, hogy igazából megcsinálná a saját versenyét, találjunk ki valami, ami a sajátunk, a saját ötlet, ami hasonló a Forma 1-hez, sebesség, idő, minden kevesebb bírói megítés, minden kevesebb szubjektivitás, az eredmény legyen minél inkább objektív, látványos, új. Na menj haza, Péter, ezen törd a fejed. Szóval nekem az egész ebből indult. Na, és jól törted a fejed, Péter, szerencsére nem törted be. És akkor Péter hazament és törte a fejét. És akkor Ausztriában, azt hiszem, ott volt az első ilyen verseny? Vagy Ausztriában találtátok ki? Tulajdonképpen aztán itt hazajöttem, ákon-bákamokat rajzoltam, volt egy pár alapötlet, azzal visszamentem, mondták, hogy ezt tetszik, nehezen dolgozzunk. Utána itthon egy 6 fős táv összeállt, amiből én voltam pilóta, és akkor be voltak média szakemberek, meg kreatívok, és akkor így kb. Egy fél év alatt összehoztuk ennek a alapjait, a szabályzatát, az egész rendszerét. Érdekes volt, hogy az egyik legnehezebb dolog volt ebben a kapuk kitalálása, hogy a kapuk hogy legyenek, hogy az... És hogy miből? Hogy az, hát ez az, hát igen, mert hogy az legyen nagy, kellőképpen nagy, hogy lehessen látni. Ne befolyásolja különösebben a szél, ugyanakkor valaki neki megy, amire azért össze van példa, akkor se a repülőgép, se a versenyző ne sérüljön. Na aztán itt gondolkodtunk, itt száraz jég füstjétől kezdve a vízsugáron keresztül, a lézerfénytől kezdve a különböző keresztbek és lufikon, a balzafától kezdve a kartonpapírig, itt olyan sok próbálkozás volt, hogy nézek ilyen régi, most már archív képeket, meg felvételeket, és tényleg így elmosolyodok rajta, hogy mi mindent meg nem próbáltunk, vagy ki nem próbáltunk, ami végül is ezek a felfújható balonok váltak be legjobban, amikbe is szintén már nem tudom hányadik generáció van, hiszen a legelsők azok még ilyen kolbász vagy hurkaformájuk is szélre érzékeny valamik voltak, most már egészen mások, biztonságosabbak is, kevesebb madzaggal, stabilabbak, magasabbak, úgyhogy ez is átment egy csomó változáson. Úgyhogy az első ilyen verseny, az első tesztverseny, az kint volt Ausztriában, Celtvégben, és az első hivatalos verseny pedig Tökölön volt 2003-ban. Beszéltünk ugye a születésről, de arról nem beszéltünk, hogy kik indulhatnak egyáltalán, hogy áll össze a mezőny, mert hát ez nem akármilyen nehéz verseny. Tulajdonképpen lévén, hogy itt nagy sebességgel repülünk, tényleg kis magasságban, akadályok között, itt nagyon pontosnak kell lenni, itt óriási rutinnak kell rendelkezni, mert elég sok váratlan szituáció is van. Tehát lehet látni korábbi felvételeken, egy-egy barancsapásnál milyen pozícióba tud a repülőgép kerülni, és abból hogy kell kimászni, akár háthelyzetből is. De dönteni kell villánygyorsan, reflexből, zsigerből, nincs idő gondolkodni. Tehát emiatt... Bocsánat, hogy közbevágok.
láttok valamit? Vagy végig látsz mindent? Nem, de, de nem de, csak az olyan sebesség van, és olyan pillanatok alatt csináljátok nem, meg. Nem, muszáj, tehát nem is lehetne, hát, nem látod, nem akkor már neki menni. Mert a zsigerből vagy a kapunak. Nem, hogyha valami van, akkor egy megoldásom, mondjuk egy kapuütésnél a repülőgép rossz helyzetbe kerül, ott nincs idő gondolkodni, mit csinálják, ott egy műrepülő tapasztalattal kell gyorsan reagálni. Tehát lényeg az, hogy emiatt kell hozzá egy igen masszív és hosszú műrepülő gyakorlat tapasztalat. Na most műrepülő versenyeken rengeteg különböző verseny van és kategóriák vannak, tudásszintől függően. A legmagasabb tudásszintű verseny a korlátlan kategóriás műrepülő versenyek, és a Red Bull érdekben csak innen jöhetnek versenyzők, ugye természetszerűen. A topból magyarul. Tehát a kisebb kategóriás, advanced kategóriás, vagy intermediate, vagy sportman kategóriás versenyzők, akik nincsenek olyan szinten, ők nyilván nem jöhetnek. És ezekből is csak a legjobbak, akik benne vannak a mezőny legalább első felében. Ezek jelentkezhetnek, ezek elmennek egy edzőtáborba, általában évente kettően edzőtáborban. Egy Spanyolországban, egy pedig Amerikában, és itt egy board, egy bizottság beválasztja a legalkalmasabbakat ezek közül is. Érdekességképpen elmondom, például most az idei évtől az érrész két kategóriában indul tovább. A korábbi egy kategória, most maradt a master kategória, ugye a régiek, akik már egy bevált versenyzők, és jöttek új versenyzők, a challengerek, akik egy másik kategóriában, másik pályán, azon a pályán versenyeznek, mint mi, de egy más gépekkel, és egy kicsit egy könnyített pályán, tehát egy-két kapu ki van nekik véve, tehát egy könnyített pályán versenyeznek. Ez azt jelenti, hogy az utánpótlást hozzátok föl? Igen, egyfajta utánpótlás, ez, és mindenképpen egy nagyon jó ötlet, és azt kell mondjam, hogy Abu Dhabiban debutáltak ezek az úgymond fiatalok, és nagyon szépen repültek. Itt, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, mondtad, hogy milyen program lesz, és mennyi, hány helyre utazol heteken belül, és hát hónapokon át. Budapest nincsen benne a programban? Sajnos idén nincsen. Annak idején volt szerencsém a helyszínen megtekinteni azt a bizonyos mutatványt is, amit ugye nagyon sokan mondják, hogy te jó ég, hogy néz ki, hogy a Lánchíd alatt átrepül, meg mit tudom, vagy akár fejjel lefel. Tehát ez hogy sokszor kérdezték tőlem azt, hogy ha már találkozol egyszer a Péterrel, kérdezem meg tőle, hogy ez mennyire veszélyes. Ugye, mert a Lánchíd az nem lukbalomból van például. Én úgy gondolom, hogy nem vagyok híve a brahizásnak. Egy olyan pillanat, aki brahizik, az szerintem nem hosszú életű. Tehát ez a sport nem erről szól. A repülőpilóta és halott pilóta. Sokszor mondják, hogy a legjobb pilóta a nyugdíjas pilóta. tehát ez nem a brahiról szól. Anuka engem erre annak idején felkértek, mert hangsúlyodom, hogy nem én találtam ki, hogy hadd mutassam meg, hogy hú, de ügyes vagyok, hanem engem erre felkértek, és én felmérve a hídnak a paramétereit, meg a körülményeket, úgy láttam, hogy ez teljesen biztonságos. Nyilván kell hozzá megfelelő felkészültség, megfelelő rutin, megfelelő repülőgép, megfelelő körülmények. Ennélkül nem megy. Tehát így belegorni, hűbelevalás módjára, most bárki, akinek van egy kis, mit tudom én, túra repülőgépe, lehet, hogy nem a legjobb megoldás. Tehát ez nem a brahiról szólt, hanem egy tudatos felkészülés utáni megtervezett eseményről szólt. Egyébként kell mondjam, hogy Lánchíd egy angol mondanám, egy piece of cake, egy nagyon könnyű történet, hiszen nagyon sok helyen repültem a világban a hidak alatt, most legutóbb Kuala Lumpurban sokkal-sokkal szűkebb hidak alatt és sokkal kisebb hidak alatt, de hát ez egy dolog, úgyhogy... De Peti, mennyire lehet kitolni azt a bizonyos bevállalást? Mert én azért ismerlek már néhány éve, évtizede. Amit akartam mondani pont ezzel kapcsolatban, hogy ha én ezt úgy ítélem meg, hogy ez nem biztonságos, akkor nem csinálom. Nem csinálod meg? Nem. Hát ez semmi nem ér annyit, hogy most én brahizzak, pont ezt mondtam. Ha úgy látom, hogy ez biztonságos, benne van a tartalék, és ebből, jó, hát persze, elvileg bármikor bármi lehet, most is az épület ránk szakadhat, tehát ennyire persze bármi. De józan észre felfogva, mérlegelve, egy egészséges kockázatvállalással szerintem ez működik. Hát hiszen ez kockázatról is szól ez az egész verseny. Egyetlen, ez nem bulvár televízió és nem bulvár újság, de azért megkérdezem, hogy voltál olyan szituációban, amikor néhány
őszhajszállal több lett, és érezted, hogy baj van, vagy van. Baj lehet. Már csak az van. De ez nem attól van, már 20 éves korom óta őszülök, úgyhogy nem attól van. Nézd, én 10 évig dolgoztam Budaörsön, mint berepülőpilóta is, és a berepülések során többször volt, hogy megállt a motor, vagy éppen kigyulladt a motor, de ez hangsúlyozottan mind repülőtér fölött, ami nem gond. Tehát a berepülőpilóta pont erre van kiképezve, erre van felkészítve, és ő ezt higgadtan, pánik nélkül meg kell, hogy tudja oldani, hogy az mindig meg is történt. Tehát ezt én sohasem éltem meg veszélynek, mert egyszerűen munkámat végeztem, és ez... És az ér részben? Az ér részben sose volt nekem úgy, ilyen meleg helyzetem. Az ér részen kívül egyszer Kanadában pár éve, amikor még az ér részt megelőzően mentünk fotózni, és útközben a repülőgépnek a motorja megállt, és le kell szálljak egy kukoricásba, ez a versenygéppel, ami egy nagyon gyors repülőgép, teleüzemanyaggal, féklap nélküli, és a föld puha volt, és a repülőgép a kifutás végén felreállt, és onnan ki kellett magam szó szerint ásni, mert nagyon szűk volt a rés a repülőgép meg a föld között, mert féltem attól, hogy a gép kigyullad, és akkor én ott kolbászként megsülök benne. Úgyhogy ez volt, ami abszolút nem volt vicces. Itt, hogy ezt megúsztam, ez két dolog. Nyilván egy rakás szerencse is kellett hozzá, mert nyilván az a fajta higgadt cselekvés, amit annakkor műveltem, mert gyakorlatilag ott nekem nem volt sok időm dönteni. A gond már előtt jelenkedett, és én be akartam egy repülőtérre. És besiklás közben a motor teljesen megállt, aztán végén kis magasságban, és ott már valami egy másodpercre van dönteni, hogy a házak között melyik utat válasszam, és a gépet hogy tegyem le. Ezzel a gépen nem lehet vitorlázni. Pánik. Hát lehet, csak éppen a siklószáma nem jó. Igen. Tehát igen gyorsan merül. Igen gyorsan merül. És tehát részben a rutin, részben a szerencse. Beszéljünk egy kicsit az idei versenyekről, mert azt hiszem 4-5 órát tudnánk beszélgetni, de te se érsz el, és hát nehogy a véletlenül. És akkor nem beszéltünk meg a pecáról, meg a borozásról, meg az autóversenyről, meg még sok ez egy következő adásnak lesz a témája. Majd egy helyszíni beszámoló lesz a besenyei birtokon a pecázásról, illetve a borozásról, de ezt majd megejtjük. Péter, jön a 2014-es idény, illetve el is indult. Mondtad, hogy be vagytok táblázva. A kérdésem az, hogy ugye van ez a gép, ez a... Corvus Racer. Hát ezt én nem tudom kimondani, de van a Racer, igen, ez a Corvus Racer, igen, köszönöm szépen. Ő hogy kerül el egyik helyről a másikra? Mondjuk itt Európában talán oda lehet repülni, de hát mentek a világ végére az Óperenciás tengeren túlra is. Hogy kerül oda a repülőgép? Ha az esemény Európán kívül van, a repülőgép ezt szét kell szedni, be kell csomagolni, és vagy légiúton, vagy hajóval megy a helyszínre. Itt az érben általában légiúton, mert ugye az események sűrűn követik egymást, nincs idő hajóval szállítani. Úgyhogy most itt a Budabiba repülőgép kiment repülőgéppel, onnan jön vissza Grácon keresztül Rovinba repülőgéppel, onnan megy vissza Kuala Lumpurba repülőgéppel, és aztán Kuala Lumpurból, Lengyelországból lesz másfél hónap szünet, ott fog menni hajóval, onnan meg majd átrepüljük lábon, mondjuk, hogy lábon, igen, de valójában szárnyon, átrepüljük a gépeket Angliába, onnan megint repülőgépek kimegy Amerikába, Dallasba, ahonnan majd a verseny végén, a dallasi verseny végén megint csak szárnyon az egész brigád átrepül Las Vegasba, majd a futam után Las Vegasból a repülőgéppel megy Kínába, és akkor onnan meg a következő év elején meg Japánba. Ez azt jelenti, hogy a versenyeken találkozol akkor a kedveseddel a repülőgéppel. Igen, tehát évközben a repülőgép az nincs itthon, mert egyszerűen nincs rá idő, és emiatt nem is igen lehet vele túlságosan sokat javítgatni, foglalkozni. Úgyhogy apró dolgokat tudunk rajta módosítani, de kardinális dolgokat nem. Úgyhogy így gyűjtjük a dolgot, hogy miért, amit évvégén majd meg kell csináljunk, úgyhogy egy ilyen komplett dolgot. Mekkora stábod van, Péter? Tehát ugye ezt gondolom nem teszed el szét francia kulcsal, meg villás kulcsal. Én is segítek. Te is segítek, gondoltam. Tulajdonképpen most azt kell mondjam, hogy nagyjából 5-en vagyunk. Van egy technikusom, van 2 csapatkoordinátor, akik közül egyik a Sándor barátom, az már gyakorlatilag profi repülőgép szerelővé avanzsált az elmúlt pár évben. És szerencsére úgy néz ki, hogy az év során egész sokat fog minket követni a gép tervezője is, Volosuk Andris. Abu Dhabiban elindult a verseny. Mint tudjuk, egy ilyen buta bóvdem miatt, hát nem igazán sikerült
De erre senki nem gondolt, ilyen még nem volt. Szóval ugye gondolj bele, hogy ennek a pszichológiai háttere. Van 12 darab új motor ugye mindenkinél. Mindenkinek van egy csomó-csomó gondja, mert ugye ahány bekötés annyiféle, szóval egyáltalán bele kell rázódni. És akkor a motor produkál olyanokat, amit még sose senki nem látott. Mire gondolsz? Hát a motorra van valami. És mindent próbáltunk, és mindent. Az, hogy egy kábel ott lötyök, erre aki 40 éve ezzel foglalkozik, azt se gondolt. Uh-huh. Nem volt szegény pilóta. Szegény pilóta. De a szegény pilótának jön a következő versenye, és lesz egy hosszú idénye. Az meg kell kérdezni egy versenyzőtől, hogy azért mire számítasz? Nyertél is már, ugye... ezt az érrészt meg is nyerted már, sőt, mi több, hát többször voltál fantasztikus helyeken, helyezésekkel. Mire számítasz erre az idény végére? Te öregnek számítasz ebben a mezőnyben, Péter? Tulajdonképpen a Nigel ellenben üvölünk ketten a legöregebbek, de szerintem ez nem öregség, hanem rutin. mire számítok? Én titokban azért arra, hogy a Corvus részerrel meg tudom mutatni azt, hogy ez a repülőgép mire képes. Amikor 3 évvel a repülőgépe, vagy 4 évvel a gép elkészült, és beledobva a versenybe. Gyakorlatilag beledobva a mélyvízbe. Olyan, hogyha a Forma 1-es futamok közé bedobnak egy magyar tervezési Csepel autót elsőre, úgyhogy tessék, nézzük meg, hogy mit tud. Hát örülnénk, hogyha nem menne utolsó. Uh-huh. A Corvus része ehhez képest a középmezőnybe tudott lenni végig, azon a 3 futamon, ami volt 10-ben, és én az idei évnek titokban úgy mentem neki, hogy most a géppel volt egy pár módosítás, a motorok most már helyileg közel egyformák, hogy a repülőgép megnyerni kell. Az Abu Dhabi futam egy pont emiatt egy csalódás, mert itt most 12 pontot elbuktunk, mert én hiszem azt, hogy a repülőgépnek a motorja kap üzemanyagot rendesen a pályán, és nem ugrál gyakorlatilag a nulla és a maximális között, ami tényleg páratlan, példátlan volt, és kiszámoltuk ezzel körülbelül a motorja 70%-os teljesítményt produkált, és így maradtam el 3 másodperccel. Tehát, hogyha a repülőgép motorja tényleg elkezd rendesen működni, ez a repülőgép, ez egy nyerő repülőgép lesz. Hát akkor kívánom, hogy ez egy nyerő repülőgép legyen, de a nyerő repülőgép a pilóta nélkül hát fabatkát sem ér, azért hát tudjuk. Technikai sportban ugye mindig nagyon sok tényezős a dolog, tehát kell az a technika, kell hozzá nyilván versenyző, és kell hozzá szerencse is. És mikor látunk téged itthon? Mert ugye most mondtad, hogy a világ végére mész össze-vissza, szinte villámlátogatásokra vagy. Legközelebb május 1-én Budapesten. Május 1-én Budapesten? Igen. Meglepetés lesz, vagy... mert tőled mindig valami meglepetésre számítunk. Még én se tudom. Még te se tudod. Tehát május 1-én szurkolhatunk és tapsolhatunk neked. Nem csak nekem, nagyon sok minden lesz. Akkor azt kívánom neked, hogy találkozunk május 1-én. És hát meg a nézőkkel is. A néző, hát mindenki ott lesz. Hidd el, amikor kimondják, hogy Besenyei Péter, akkor özöllik a tömeg, szal az... De ott lesz egyéb látni valami. Nagyon jó lesz. Sok. Az érrészre pedig, azt mondom, a Red Bull érrészre pedig, hát ugye most már tudjátok, hogy ez a Bovden, ez most már jó helyen van, és a jó magyar lesz. Gép nyerjen. És nyerjen a magyar gép a magyar pilótával, hogy legyen miről beszélgetnünk, akár május 1-e után, illetve a szezon után. Péter, nagyon szépen köszönöm hogy időt szakítottál ránk. Sok-sok jó repülést és szerencsés hazaérést, földetérést kívánok! Köszönöm szépen!